Sziasztok srácok, ez itt ismét a TFK, én Csabi vagyok, és jelentkezünk a következő Merlin Hardware Hoster rovatunkkal. A mai videóban arra szeretnénk fényderíteni, vagy azt szeretnénk átbeszélni itt veletek, hogy mi az, aminek érdemes otthon nekiállni, mi az, aminek nem, mi az, amit érdemes bevállalni, vagy mi az, amit nem, és inkább hozzáértők kezeire bízni. Adott ez a két kártya itt az asztalon, és mesélem a történetet. A tulajdonos úgy gondolta, hogy otthon összeépít gyakorlatilag egy high-end PC-t, hiszen két darab RTX, Titan RTX kártyáról beszélünk, és a többi, ami majd egy másik videó témája lesz, és nekiállt otthon lecserélni a gyári hűtőt egy LK vizes blokkra. Itt viszont arra döntése jutott, hogy ez már túl nagy falat neki, és inkább elküldi ide a Merlin Hardware-be, hogy építsék neki össze a konfigurációt. Viszont ennyivel nem úszta meg sajnos a megrendelő, a páciens a dolgot, ugyanis kiderült, hogy a blokk lecserélés, illetve felhelyezése után sajnos a videókártya nem ad képet. És ekkor döntött úgy, hogy inkább összecsomagolja az egész pakkot és elküldi ide, és mi most azt derítjük ki, legalábbis azt szeretnénk kideríteni, hogy mi történt a kártyával, hogyha hibázott az úriember, akkor miben hibázott, úgyhogy álljunk neki, szedjük szét a blokkot, és akkor majd menet közben megnézzük, megszakértjük, hogy mi mit látunk. Nagyjából a szétszereléssel kész vagyunk, viszont azért nem folytatjuk és állunk meg egy pillanatra, hiszen több dologgal is szembesültünk, ami látszik, hogy nem jól lett összerakva. Egy, hogy a geppedek sem a helyükön voltak. Kettő, nem a gyári csavarokat, nem az LK csavarjait használta az úriember az összeszereléshez, hanem a gyári hűtőnek a csavarjait, ami viszont nem feltétlen kompatibilis vagy nem jó, tehát ez is okozhat többek közt hibát. És ti is láthattátok, itt az egyik csavar annyira meg volt húzva, hogy nem is tudtuk kicsavarni, csak úgy, hogyha a fogóval megszorítottuk. Szóval gondoltam, mielőtt még leszedjük róla és fény derül a titokra, ezt átbeszéljük egy kicsit, hogy itt már több sebből vérzett a dolog gyakorlatilag. Na, folytassuk! Srácok, összegezzük akkor a látottakat. A dolog több sebből is vérzik, illetve vérzett. Mint azt láthatjátok, ugye kétfajta gepped is felelhető a kártyán, ugyanis rajta maradt a gyári gepped, és felkerült az LK-féle gepped is. És ez nem lenne elég, ráadásul egyik fette a másikat. Több mint valószínű, hogy ennek következtében történhetett meg az, hogy megbillent ugye a blokk, illetve ugye a nem megfelelő csavarokkal való rögzítés következtében megbillent a blokk, itt hozzáért a kártyához, és rövidre zárta, ugye itt a nyákon is jól látszik, a közéléken legalábbis biztos fog, és magán a blokkon is gyönyörűen észrevehető, hogy hol történt a hiba. Gyakorlatilag, mint minden, ugye ez a kártya is füstelment, hát és az sajnos kijött belőle. Ezen kívül ez nem befolyásolja a működés, de a pasztázás sem feltétlen első osztályú, hiszen ha megnézitek, gyakorlatilag mindenhol is vélünk felfedezni pasztát a kártyán, nem csak magán a GPU magon.
mindenképpen érdemes, én azt mondom, hogyha nem vagytok benne biztosak, rászánni azt az összeget, amennyire egy hozzáértő bolt szakszerviz megcsinálja, hiszen így akár milliós károtok is lehet, ugyanis egy RTX Titánnak a piaci ára olyan 1 millió forint környékén mozog. Igazam van? Igazam van. Szóval egy hozzá nem értő inkább bízza hozzáértőre, vagy olvasson utána kétszer, nézze meg, de ez így ebben a formában egyáltalán nem jó. Geppet hátán, paszta hátán, és ráadásul nem az LK csavarjait használva. Valószínűleg azért nem tudta azokat használni, hiszen a két geppet nagyon nagy távolságot tartott ugye a csavar és a blokk között, és az LK csavarjai rövidek, így nem ért el, ezért gondolta azt, hogy a gyári csavarokkal próbálja meg ugye az LK rendszerét a gyári rendszerrel összevegyíteni. Ez a lehető legrosszabb megoldás. Hogyha spórolni akartok magatoknak, srácok, bízzátok hozzáértőkre. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek, illetve hogy tanultatok belőle. A tanulság az ugye, hogy ha nem vagytok benne biztosak, akkor inkább bízzátok hozzáértőkre. Maradjatok velünk, legközelebb találkozunk, iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek meg, és sziasztok!